Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal az izraeli konfliktusra szeretnék koncentrálni, és megpróbálok egy másik perspektívát bemutatni, nem feltétlenül közvetlenül az események, azok, amik szerintem fontosak, sokkal inkább az, mint mindig, ami a háttérben történik. Mielőtt ennek nekivágnék, felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. A legnagyobb probléma. A világban ma az, hogy az információ, az ismeret bár korlátlanul és majd majdnem csak ingyen elérhető mindenki számára mégis úgy tűnik, hogy ennek ellenére a többség az tudatlanságban éli az életét. Tudatlanságban éli az életét azért, mert azt gondolja, hogy az, ami érkezik a hírekből, a médiából, az a valóság és az egy pontos reprezentációja annak, ami történik körülöttünk a világban. Én az elmúlt évek során igyekeztem demonstrálni azt és bemutatni mindenféle eszközzel, hogy ez nem is lehetne távolabb a valóságtól. Az, amit a többség, amit én is egykor, és amit a többség most tud a világról, az hazugság. Majdhogy nem csak az egész. És megérteni ezt nem lehet csak a Biblián keresztül, hogyha megértjük azt, hogy az igazság az a Bibliában található, azokban az írásokban, amelyeket a teremtünk, megadott nekünk. És ha vesszük azt, azon a szemüvegen keresztül, úgy, mintha használnánk azt egy térképként, egy alternatív valóság fog feltárulni mindenkinek a szemei előtt, és akkor meg fogja érteni, hogy miért történnek az események a világban úgy, ahogy történnek. Elkezdve a klímaváltozástól, egészen a mostani izrael-palesztin konfliktusig. A háttérben sötét erők munkálkodnak annak érdekében, hogy félrevezessék az emberiséget. És nehéz lenne vitatkozni azzal, hogy sikeresek ezek. Ugyanis a többség ma mindaz, amit gondol a világról, az hazugság. Tehát nem tudja megérteni az eseményeket, és nem tud jó döntést hozni. Ez egy alapvető üzenet, amit én szerettem volna elmondani mindig is. Bizonyára sokan ismerik a filmet, amikor a farok csóválja. Ebből megmutatnék egy részletet, és aztán elmagyaráznám, hogy szerintem, hogy kapcsolódik ez ide. De akiket érdekel a teljes videó, azok megtalálják azt weboldalunkon. Az amikor a farok csóvája, az egy 1997-es balkán háborút feldolgozó politikai vígjáték, ami a média világot igyekszik bemutatni egy ilyen komikus formában természetesen azzal a célzattal, hogy az emberek azt gondolják, hogy mindez összeesküvés elmélet, amiről most én beszélek, de nézzük meg ezt a részletet. Emberek, felkészültek? Nagyszerű, tegye, tegye mögé a falut. És nem azt akarom mondani, hogy Ukrajnában, vagy Izraelben, vagy bárhol máshol, ahonnan ezeket a képeket láthatjuk érkezni, ott ez ez csak az egész számítógép generálta virtuális valóság. Én csak azt szeretném mondani, hogy valami oknál fogva úgy érezték a film alkotói, hogy készítenek egy ilyen mozit, ami arról szól, hogy a média pusztán manipulálja az embereket ilyen álhírekkel. Ezek után nézzünk meg egy-két hírt a valóságból idézőjelbe véve a Hamas rakétákkal az izraeli vaskupolát túlterheléses támadás érte. Ha valaki azt gondolja, hogy ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen, hisz úgy is tudnánk, be mit mit tudnánk, 2004-ben arról ír a theguardian.com, hogy az amerikai újság bocsánatot kér a hamis fényképekért. Az újság azóta elismerte azt, hogy ezek a képek valószínűleg Magyarországon készültek és egy pornó weboldalról származnak. Itt van egy következő cikk a CNN weboldaláról a titkosszolgálati dokumentumokat, amelyeket az Egyesült Államok és a brit kormány ha erős bizonyítéként használt arra vonatkozóan, hogy Irak nukleáris fegyvereket fejleszt, az ENSZ nyomozói hamisítványként utasítottak el. De a legbizarrabb az egészben az, hogy az emberek többségét ez sem fogja meggyőzni semmiről. Én tisztában vagyok ezzel. De nézzük tovább, mert ez egészen elképesztő. Colin Powell, ez CNN, ne felejts senki. Colin Powell, amerikai külügyminiszter, aki akkor volt az amerikai külügyminiszter, közvetlenül ezekre a dokumentumokra hivatkozott, az ENSZ biztonsági tanácsának tartott előadásában, amelyekről kiderült, hogy egyértelmű hamisítványok voltak, amelyben felvázolta a Bush kormányzat Irak elleni stratégiáját. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.